18 érmet szereztek a megye úszói a Diákolimpia döntőjében, 7 bajnoki címmel tértek haza Hódmezővásárhelyről, 4 második és 2 harmadik helyet értek el a sportolók. A megyeházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület is köszöntötte a versenyzőket és edzőiket. Már itt is voltak olyan versenyzők, akik a felnőttek között is nagyon komoly teljesítményt tettek le az asztalra, és biztos vagyok benne, hogy a mostani diákolimpikonok közül, akik most itt ültek, és valóban betöltötték a megyeháza Alpár Ignác termét, közülük, illetve az ő neveik közül még nagyon sokkal fogunk találkozni majd a későbbiekben felnőtt versenyeken, és öregbíteni fogják tovább Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének a hírnevét a sportterén. A nyíregyházi hatházi Dóra duplázott, 100 gyorsan és 100 pillangón is nyert. Ő a hétvégén Debrecenben a felnőtt országos bajnokságon is indult, és Szurovcsák Ivethez hasonlóan bronzérmet szerzett. Minden számban sikerült egyéni csúcsot úsznom, és kifejezetten örültem a 200 pilének, ahol 5. helyezett lettem, az 50 pilének, ahol 7. és a 100 pilének, ahol sikerült dobogóra állnom. A Diákolimpián győzött az Arany János Gimnázium 4x50 méteres gyorsváltója, az Ibrányi Asztalos Tamara 50 méter mellúszásban, a fehérgyarmati Fábián Balázs 100 háton, a nyíregyházi Túróci Áron 100 háton, és Mokos Csenge a lányoknál 100 háton. Utóbbinak ez volt az utolsó diákolimpiája. Tavaly nem minden úgy jött össze, hogy mi szerettük volna, de hát most már nem latolgattunk, nem vártunk semmit, hanem azt beszéltük meg, hogy ami a csövön kifér. És kifért, hál' Istennek, a legjobb eredmény. A Kodály Zoltán iskola váltó csapata az elmúlt években mindig dobogóra állhatott. Így volt ez idén is. Az intézményben rendszeres az úszásoktatás, és minden diák megtanul úszni. Az egyik csapattal nagyon örültünk, a másikkal nagyon sírtunk. Örültünk a harmadik korcsoportos lánycsapattal, aki mellé szegődött a szerencse is, és a dobogó harmadik fokára állhattak, és nagyon szerettek volna a negyedik korcsoportos lányok közül 3-an 8-osok úgy elbúcsúzni a Kodálytól, hogy ők diákolimpiai érmesek is. Hát ez sajnos nem sikerült, és ezért nagyon sírtunk a gyerekekkel együtt, mert egy újbegynyi volt a lemaradás a dobogótól, és ezt nehezen viselték, illetve tudták földolgozni. A megyében több tanúszoda épült az elmúlt években, és a Szabolcs Túr úszóverseny is segíti a fiatalok felkészítését.